Két éve szerepel a Nemzeti Színház műsorán a Betyárjáték című produkció, ami az alkotók szerint egy élő népi rock and roll movie. A különleges jelző annak köszönhető, hogy élő zene, tánc, próza és filmes vetítések váltják egymást, amint egy másfél órás showban. Igazi mindent bele betyárlevesről van tehát szó. A különleges produkció Szomjas György Kossuth Díjas filmrendező első színházi rendezése. A zenei hátteret Ferenci György és a Racka Jam zenekar biztosítja, de fellépnek benne a táncház mozgalom veteránjai épp úgy, mint Kovács Norbert és táncosai. A Nemzeti Színház vendégszerepléseként Balatonfüreden is láthatta a közönség a különleges atmoszférájú darabot. Szomjas György rendezővel beszélgettünk, aki 1976-ban forgatta le a Talpuk alatt fütyül a szél című betyárfilmet. Ez adta a színházi előadás ötletét is. Mondjuk igazából ez egy dalciklus, ugye ez a rockzenében egy ismert műfaj, és én voltak éppen ehhez ragaszkodtam, de azért van bizonyos főszál, egy egyéni betyár történet is van, ugye a Kukorica Jancsi az egy jó példa arra, hogy hogyan indult el, ugye a juhok ugye elkóboroltak, és akkor utána nem volt más hátra, mint hogy betyárrá váljon. És hát a végét meg nem mondom el, de voltak éppen egy egyéni történet is úgy benne van, és a betyárságnak a története, ami hát lényegében a 19. század, ugye a 19. század elején virágzott ez fel, voltak éppen igazán ez a fajta magyar alföldi betyárvilág, és hát ugye a 48 is benne van, és akkor a végén, hát a század végére ugye a modern világ bejön, ami hát a betyárságnak ugye a végét jelentette. Úgyhogy ez is azért valamennyire föl van vázolva. Nincsen apám, se anyám, se istenem, se hazám, se bölcsöm, se szenvedő, se csókom, se szerető. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset, 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg, tiszta szívvel betörök, ha kell, embert is ölök. Ez nekünk egy örök dolog, amit bármikor Magyarországon szerint talán másutt is, de nálunk meg különösen érdemes visszahozni, mert ez tényleg egy konkrét hagyomány és létező néprajzi realitásokban ez teljesen végigkövethető. És hát ugye én meg azt szoktam mondani, hogy azért egy jó példa és azért egy jó apropó, mert a fényt és az árnyékot egyszerre lehet benne látni. Tehát a betyárságban ez benne van. Szóval a vagányság és a gonoszság, a nagyszerűség és a szerencsétlenség, ezek valahol ezekben a figurákban együtt vannak, és szerintem az egész történelmünket valahogy így kéne látni. Szomjas György nevéhez fűződik az 1972-es Füredi Annaváról készült dokumentumfilm is, amelyet ő rendezett. Szívesen emlékezett vissza az akkori forgatásra. Akkoriban ugye még az egy technikailag is egy elég nehéz dolog volt, hogy 16-os filmre szinkron hangos anyagot, tehát ugye itt fontos volt, hogy a zenék és a táncok ugye szinkron hangban jöjjenek. Ez akkor még egy bizonyos értelemben újdonság volt, tehát ezt is élveztük, és hát olyan jó volt a történet, ugye volt egyfajta izgalom, hogy hát ki lesz a bál királynő. Nagyon kedves dolog volt, és hát nagyon élveztem ugye magát a bált. Most pedig térjünk vissza a betyárjátékhoz, amelyet közel 500-an tekintettek meg a füredi sportcsarnokban. Az egyik leglátványosabb jelenetet most önök is láthatják. Szeretőm, ölibe, azt te meg magam elmehetsz a fenébe.
nem is szabadon, meg vasárnap az enyém vagy. Az egész életem a másé vagy, azt nem is szabadon, meg vasárnap az enyém.